Ha minden rendben megy, akkor ennek a hónapnak a végén ismét kinyit a Szent Gróti termálfürdő. Hol tartanak az előkészületek, milyen volt a téli időszak? Hát a téli időszakban elemeztük a tavalyi év számait, már megtörténtek ezt követően a dolgozók fel, megtörtént a dolgozók felvétele, úgyhogy azt tudom mondani, gőzerővel készülünk a fürdő megnyitására, amely most már biztos, hogy április 27-én lesz, 10 órakor nyitjuk a fürdő kapuit és várjuk az idei szezonban is a vendégeket. Akik most oda érkeznek találkozhatnak -e ezen a nyáron bármilyen kisebb vagy akár nagyobb fejlesztéssel? Ha kismértékben is, de ismét fejlődik majd a termálfürdőnk, a büfék tereprendezése, büfék környezetének tereprendezése történik meg, a második ütemben ismét folytatódik a, a, úgymond a az étkezőhelyek, a büfék előtti térburkolatok megújítása, fedett terasz épül ismét. Legutóbb, amikor a fürdőről beszélgettünk, akkor azt mondta, pont annak kapcsán, hogy elvégezték az elmúlt év elemzését, ismerik a számokat, statisztikai adatokat, és hogy minden eddiginél jobb volt ez az év, bár még így is veszteséges, akkor volt egy félmondata, hogy még mindig kevés Szent Gróti látogatja, és akkor kilátásba helyezte, hogy kidolgoznak egy olyan csomagot, amivel megpróbálják még vonzóbbá tenni a Szent Gróti fürdőt. Elkészült-e erre valamifajta terv, stratégia? Igen, összeült a fürdő vezetése, és megszülettek az idei év árai is. Több akcióval is készülünk, már a nyitáskor is. Ez azt jelenti, hogy a nyitónapon mindenki egységesen 200 forintért válthat napi belépőjegyet. Ez az akció az alaszángróti lakosokra vasárnap is érvényes lesz. Mindemellett a teljes szezonban csökkentettük az alaszángróti lakosok belépőjegyeinek árát. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt Napi egy 850 forint lesz, a nyugdíjas napi egy 750 forint, míg a gyermeknapi belépője egy 350 forint lesz, valamint nappal is diákigazolványal az alaszán 450 forintért válthatnak az egész szezonban belépőjegyet a fürdőben valamint különböző rendezvényeink alkalmával, mint például a Családi Nap, a családi belépő jegyeket szeretnénk kedvezményesen kínálni mindenkinek, illetve az Zalaszengrótiaknak szintén egész szezonban két felnőtt és két gyermek részére 2200 forintért biztosítjuk a belépési lehetőséget a termálfürdőben. Nagyon bízunk abban, hogy ezekkel a jelentős árkedvezményekkel minél több Zalaszengrótit ki tudunk csábítani a fürdőnkbe. Volt-e van-e szükség esetleg valami fajta műszaki felújításra így a szezon kezdet előtt? Hol tartanak az előkészületek mondjuk műszaki szempontból? Műszaki szempontból egyelőre a belső munkálatok kezdődtek meg, ugye az ismert rossz időjárás miatt. Ennek függvényében fog elkészülni a már említett büfé területfejlesztésnek a második üteme is. Reményeink szerint, ha az időjárás és a strandon lévő belvíz is engedi, akkor nyitásra elkészül ez az új, Fedett terasz. Ha nem, akkor valószínűleg pár hetes késéssel tudjuk ezt megnyitni, de mindezek mellett bízunk az időjárásban, és bízunk abban is, hogy ismét hasonlóan jó időnk lesz, igazi strandidőnk lesz, mint a tavalyi évben, és minél többen meglátogatják a Szent termálfürdőt. Ha már említette a programokat, akkor mivel csábítják ebben az esztendőben a Szent Grótiakat, a térségben élőket és a turistákat? Mivel szeretnénk erősíteni azt a képet, hogy az alaszán fürdő nem csak a helyi lakosoké, hanem a kistérségben élőké is, és szeretnénk őket is arra buzdítani, hogy minél többen látogassák meg a kistérség fürdőjét. Ezért május hónapban ismét meghirdetjük a kistérségi akciónkat, ami azt fogja jelenteni, hogy minden kistérségi lakos 700 forintért napi belépőjegyet válthat a fürdőnkben az érvényes lakcímkártyájuk felmutatásával. Emellett az idei évben, az idei nyáron is több rendezvényel készülünk. Ez azt jelenti, hogy gyermeknappal, családi hétvégével, hagyományőrző fesztivállal várjuk őket, újraindítjuk az éjszakai fürdőzés sorozatunkat, amelyet két hetente pénteken fogunk megtartani. Emellett folyamatosan keressük az olyan lehetőségeket, olyan programokat, amivel bővíthetjük a fürdő kínálatát, illetve vonzóvá tehetjük. Jelen pillanatban is megbeszéléseket folytatunk egy országos veterán találkozó, Ról a Szentgrotter termálfürdő felmerült, mint ennek az egyik állomása. Minden szeretnénk azért figyelembe venni azt is, hogy a Szentgrot fürdőnek nagy előnye a nyugodtsága, a lehetőség a nyugodt pihenésre, és ennek fényében szervezzük a továbbiakban a különböző rendezvényeinket.